Önök a Halas Televízió hírműsorát látják. Azonnal kezdünk. Kezdődött a tanév, újra iskolapadba ültek a diákok. Megtették a szükséges lépéseket a rendzavaró férfi ügyében, valószínűleg hamarosan intézetbe kerül a hangoskodó hajléktalan. Felkerült az imaszíj, a férfivá avatás első lépésére az országos főrabbi is ellátogatott, közel 20 éve nem volt ilyen esemény a halasi zsinagógában. Már sorban álltak a bejáratnál az olvasók, a nyári felújítás után újra kinyitott a halasi könyvtár. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió csütörtök esti adását látják. Beültek a diákok az iskolapadba. A mai napon megkezdődött a 2016-17-es tanév. Több helyen ma tartották az évnyitókat, és volt, ahol ma voltak tankönyvosztás is. A diákok talán azt várták a legjobban, hogy újra találkozhassanak az osztálytársaikkal. Hívogat az iskola! Becsengettek, ezzel megkezdődött az új tanév. A legizgatottabban a kis elsősök várták az iskolát. Az első feladatuk az, hogy megismerjék az osztályt és a tanítónéniket. Tessék! Te vagy Ancsi, én vagyok Tündi. A nagyobbak már az új órarendjükkel ismerkedtek. B7 péntek, első óra matematika. Az iskolákban, így például a Halasi Fazekas iskolában is rendre elindult az oktatás. Kiemelt célnak tartják, hogy a gyerekek egyéni képességeik és fejlettségük szerint sajátítsák el a tananyagot. Az utolsó pillanatra összeállt a kép, pedagógus is van megfelelő mennyiségű és felkészültségű minden feladatra. Az osztályok is megteltek, a tanuló létszámunk 423 a Balotai Tagintézmény nélkül, csak a Fazekas, Kiskunhalas és Zsanai telephelyével 50 plusz 7 elsőssel kezdtük a tanévet, tehát két 25 fős első osztályunk indul, meg Zsanán 7 kicsi. Azokkal a gondolatokkal indítottuk a tanévet, hogy inkább kevesebbet, de azt alaposabban és türelmesebben. Ezt értem úgy is, hogy mi pedagógusok így állunk hozzá a tanórák tervezéséhez, és értem úgy is, hogy a tanulóktól is ezt várjuk el, amikor nekifognak a tanévnek. Az oktatás próbálja könnyíteni a kisdiákok terheit. A tanórák ugyan megmaradtak 45 percesek, de a pedagógusok belátásuk szerint használhatják fel az időt. Több helyen ez már eddig is gyakorlat volt. Valójában ezt a 30 percet úgy kell értelmezni, mint ahogyan eddig is értelmeztük. Úgy, hogy a tanórák 45 percesek, és ezen az időkereten belül a pedagógus kellő rugalmassággal kezeli az osztályt, a tananyagot, a feladatok elosztását. A valóság az, hogy ezt eddig is úgy csináltuk, mert ha elfáradt az osztály, akkor ott egy kis pihenőt beiktattunk. Most csak arról van szó, hogy a pedagógus emiatt esetlegesen érzett bűntudatát csökkenteni kívánják, mert itt ebben a minősítési rendszerben úgy gondolta mindenki, hogy nagyon törekszik nagyon jól teljesíteni, és esetleg úgy értelmezte, hogy mindenkinek mindent meg kell tanítania. Az általános iskolák végzőseinek már nehezebb dolguk lesz, hiszen ők már a továbbtanulásra készülnek. Sokkal jobban kell ugye tepernünk, hogy abba az iskolába vegyenek fel minket, ahova szeretnénk. Én örülök neki, hogy végre nyolcadikos lettem, hát igazából első óta én már nagyon régóta vártam ezt az évet, a nyolcadik végre az iskola királyai lehetünk, és akkor hát a nyári szünetről még annyit, hogy nagyon gyorsan elrepült. A diákokra 182 tanítási nap vár, az őszi szünet november 2-án kezdődik, az első fél év pedig január 20-áig tart. A mai napon nem csak az iskola indult el, két hónap szünet után újra kinyitott a Halasi Martonosi Pál városi könyvtár. Úgy tudni, a nyitáskor már sorban álltak az olvasók a bejáratnál. Ennyire hiányoztak az olvasmányok a halasiaknak. A hosszú szünetnek megvolt az oka. Az elmúlt hetekben a város intézmény felújítási keretének köszönhetően felújításokat végeztek. A legszemvetűnőbb változás a padlócsere.
a régi linoleumban már szinte bukdácsoltak az olvasók. De nem csak a járófelület újult meg, más lett az ügyfélszolgálati pult, és a polcok elrendezésénél is ügyeltek arra, hogy a korábbinál tágasabb és barátságos tér fogadja a látogatókat. A könyvtár mostantól újra a megszokott nyitvatartási rendben üzemel. Megvan a megoldás arra, hogy ne zaklassa tovább az embereket egy zavartan viselkedő férfi Halas belvárosában. Szerdai híradónkban számoltunk be arról, hogy a naponta többször átöltöző, csomagokat cipelő, ordítozó férfi viselkedése miatt panaszkodnak az üzletek tulajdonosai, valamint a környék lakói. Szűcs Csaba, alpolgármester arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy már korábban megtörténtek a szükséges lépések, hogy a rendzavaró férfi az egészségi állapotának megfelelő intézménybe kerüljön. Hónapok óta járja a várost ez a nagy csomagokat cipelő, kiabáló, folyamatosan átöltöző férfi. A belvárosban élők már nem egy alkalommal rendőrt hívtak a viselkedése miatt. Volt, amikor kiabált a járókelőkkel és az üzletekbe betérőkkel is. Bor Tibor megelégelte a férfi randalírozását, élére állt egy kezdeményezésnek. Azt mondta, ha kell, aláírás gyűjtenek, hogy a rendzavaró végre békén hagyja őket. Trágár szavak, a kenyérboltba vásárolni betérő embereket zaklatja, sőt ugye a dohányboltba is, mondhatnám még a Vodafont is, és tehát plakátszaggatás, átöltözés, jönnek itt a gyerekes szülők, de gyakran kikerülik a járdán az illetőt. Információink szerint a városi rendészet is több alkalommal intézkedett az ügyben, ennek azonban nem sok foganatja lett. A férfi újra kezdte az öltözködést, a kiabálást. Szűcs Csaba alpolgármester ma arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy néhány héten belül megfelelő helyre kerülhet a zavarodottan viselkedő személy. Megtették az ehhez szükséges lépéseket. Áprilisban el is indítottuk ennek a folyamatnak a kezdetét. Jelen pillanatban ez annyit jelent, hogy az úriember most jelen pillanatban gondnokság alatt van. És úgy lehetne csak egy megfelelő intézménybe bevinni az úriembert, hogyha ő ebbe beleegyezik, de ő jelen pillanatban erre nem volt hajlandó. Ezért elindított a családsegítő központ segítségével egy bírósági eljárást, ahol ennek a bírósági eljárásnak a végén egy kizáró gondnokságot állapíthat meg a bíróság, és ez alapján viszont már az úriembernek a beleegyezése nélkül is el lehet helyezni az intézménybe. Annyit tudni kell, hogy ez a tárgyalás most szeptember 13-án lesz, és reményeink szerint szeptember 13-án ki is fogja mondani a bíróság, hogy kizáró gondnokság alá helyezik. Hogyha ez megtörtént, akkor rövid időn belül ezt az úriembert el tudjuk helyezni egy olyan intézménybe, ami az ő betegségét egyébként tudja kezelni. Az alpolgármester megérti a lakossági felháborodást, mint mondta, egy kis türelmet kér mindenkitől. Én megértem a halasi lakosokat, teljes joggal vannak felháborodva, de elkezdtük ennek a problémának az orvoslását. Én nagyon remélem, hogy október hónapban ezt az úriembert már a közterületeken nem fogják látni. Egy újabb migráns ügyében döntött a Halasi Járásbíróság. Hivatalos személy elleni erőszak volt a vád. Egy 22 éves algíriai férfi még márciusban a Szegedi úton lévő befogadó táborban rátámadt az őt kísérő biztonsági őrre. Az őr még időben ki tudott térni az ökölcsapás elől. Az algíriai férfi akkor szidalmazásba kezdett, de a biztonsági személyzet tagjai megfékezték. A fiatal embert 1 év 6 hónap 3 évre felfüggesztett, börtönbüntetése ítélték, és 3 évre kiutasították az országból, közölte az MTI. Az ítélet jogerős. A lakás kiadás után adózni kell, erre hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Ilyenkor iskola kezdés tájéken sokan vesznek ki lakásokat, ám nem biztos, hogy mindenki betartja ennek a szabályait. A lakás kiadás feltételeit nem árt szerződésben rögzíteni, hívja fel a figyelmet a NAV. Mivel a magánszemély általi nem turisztikai célú bérbeadás áfamentes, a havi lakbérről számlát nem, de átvételi elismervényt ki kell állítani, vagy legalábbis nyomon követhetően jegyezni kell a tulajdonos bevételét. A jövedelem után negyed évenként adó előleget kell fizetni, és az éves adóbevallásban önálló tevékenységből származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15%.
Ha a magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme az adóévben több 1 millió forintnál, akkor a jövedelem teljes összege után 14% egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni. A további részleteknek érdemes utána nézni az adóhatóságnál. Magtárakban, malmokban a búza. 5 és 4 tonnás termés átlaggal arattak a gazdálkodók. Összesen több mint 5 millió tonna lett a termés. A visszajelzések szerint a déli részeken, így Halas térségében is jól lett az idei gabona. A halasi malom közel 1000 tonnát vásárolt fel, de jövő márciusig 22.000 tonna búza van lekötve a helyi üzem számára. A halasi malomba Bács, Békés és Csongrád megyéből érkezik a búza. A piaci helyzet miatt alacsonyabbak az árak az előző évekhez képest. A felvásárlási ár minőségi függvénye is. Mindenről az e-heti Halasi Tükör részletesebben is beszámol. Nagy nap volt a mai kiskunhalasi zsidó hitközség életében. Különleges eseménnyel indult a reggel. Közel 2 évtizede volt utoljára a halasi zsinagógában férfi válvatás. Ennek első mozdonatát tartották ma. A szertartáson még az országos főrabbi is részt vett. Nem mindennapi esemény zajlik ezekben a napokban a halasi zsinagógában. Egy fiatal fiút férfivá, a törvény fiává avatnak az ősi szertartás szerint. Ritter Rafael most 13 éves. A zsidóság innentől tekinti a fiúkat felnőttnek. A közösség számára ez egy óriási esemény. Mai nappal elérkeztünk egy nagyon nagyszerű esemény, bár micvó kezdetét, a nagyfiú avatásnak az előzménye, hogy most egy közös istentiszteleten először tekerjük magunkra, tekeri magára a fiú ezt az úgynevezett ima szíjat, és ezért vagyunk most a zsinagógában. Ez nagyon fontos a közösségünk számára, meg én úgy gondolom az egész zsidóság számára, mert sajnos 17 évvel ezelőtt volt utoljára Kiskunhalason ilyen esemény. A kívülállóknak furcsának tűnhetnek az Isten tisztelethez használt kellékek, ám a közösség tagjai számára fontosak ezek a vallási jelképek. Minden reggel egy vallásos közösség számára nélkülözhetetlen a reggeli áhítat, a reggeli Isten tisztelet. Ilyenkor egy zsidó férfi imasziat vesz föl, tfilint, ami a kezünkön van és a homlokunkon, és taleszt, amely az imasál, amely a parancsolatok, amit a Jóisten adott, az így kialakult állandó kötődésnek a szimbólumai, amik itt vannak a zsinagógában velünk. Ez egy különleges pillanat, mert hogy vidéken, a vidéki zsidóság életében nagyon ritkán adódik olyan örömünnep, hogy egy 13 éves korba lépő fiatalembert, azaz bár micvá, a parancsolatok fiát köszönthetjük. Ez egy ilyen kimagasló alkalom, ami szombaton lesz majd a zsinagógában, most pedig először vett föl imasziat az ifjú ember. Az eseményre még az országos főrabbi is ellátogatott. Ez is mutatja, hogy mekkora jelentőséggel bír az, ha egy fiatal fiú a törvény fiává válik, hiszen ez jelenti a közösség jövőjét. Azt gondolom, ez egy fontos jelzés, egy nagyon fontos esemény, hogy egy vidéki hitközségben azért van utánpótlás, hogy még élnek. Egyrészt a tradíciók, élnek a hagyományok, másrészt pedig van egy közösség, amelyik frissülni akar, élni akar. Ez egy fontos dolog. A másik, hát az magán jellegű, az ünnepelt ifjúnak a családját nagyon-nagyon régóta ismerem, mind az édesanyját, mind az édesapját, őt is értelemszerűen, a szülőket éneskedtem a Dohány utcai templomban. Tehát van egy személyes kötődés is a család felé. A kiskunhalasi zsidó hitközségre a mai eseményen kívül is mozgalmas napok várnak, hiszen még folytatódik a szertartás, és a hétvégén lesz a zsidó fesztivál is. Holnap nagy istentiszteletünk lesz, akkor szombaton lesz a bár micvó, amikor fel lesz hívva a tórához a gyerek, amikor nagyfiúvá válik, és viszont amikor a sabát kimegy, egy óriási koncert lesz világhírű előadókkal itt a zsinagógába, másnap meg a szokásos fesztivál, ez már vasárnap, reggel 10 órától indul a program késő estéig.
Már most felhívjuk a városközpontban élők, az ott dolgozók, illetve az arra járók figyelmét, hogy egy hét múlva, vagyis jövő csütörtökön már útlezárások kezdődnek a centrumban a halasi születinapok helyszíneinek berendezése miatt. A szervezéssel megbízott Halasi Média és Kultúra Kft. Ezúton is türelmet kér a lakosságtól, illetve azt, hogy tartsák majd be a lezárásokat. Az idei születinapokon több újdonság is várja majd a látogatókat, például fényképezkedni lehet a halasi felirattal, a születi menet útvonalán pedig három olyan kijelölt pont is lesz, ahol a csoportok megállnak táncolni. Hogy mi lesz a többi meglepetés, azt megtudhatják az elkövetkező napok híradóiban. Műsorunk végéhez érve röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. Megkezdődött a tanév, újra iskolapadba ültek a diákok. Megtették a szükséges lépéseket a rendzavaró férfi ügyében, valószínűleg hamarosan intézetbe kerül a hangoskodó hajléktalan. Felkerült az imaszíj, a férfivá avatás első lépésére az országos főrabbi is ellátogatott, közel 20 éve nem volt ilyen esemény a halasi zsinagógában. Már sorban álltak a bejáratnál az olvasók, a nyári felújítás után újra kinyitott a halasi könyvtár. A folytatásban jön az időjárás jelentés, majd a napi mozaik. Ma a zsinagógában tartott különleges reggeli istentiszteletről mutatunk további felvételeket. 7:30-kor kezdődik a Kultúrkép című magazinműsorunk. Mészáros Erika már itt van a szomszédos stúdióban. Szia, milyen témákkal várjátok ma a nézőket? Szervusz, köszöntöm én is a kedves nézőket. Mai adásunkban bemutatjuk a Szeretlek Caroline című musical sikerét, azután bepillanthatnak a felújított tájházba, és végül pedig Szalai Attila karikatúráit is megnézhetik nálunk. Ritter Nándor névvel és Ritter Rafaellel az imént látott képsorok alapján a férfivá avatásról, illetve a 12. zsidó fesztivál programjairól, Rajcsány Bettivel és Mondyi Mariannával pedig a születinapok kiállításairól beszélgetek. Köszönöm, Erika, a tartalomismertetést, önöknek a figyelmet, friss hírekkel legközelebb, holnap este jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!